A Topolyai Nyugati temetőben a Hősök sírjánál Tomik Nimród történész visszatekintője után Plól Edvin, a VMS Topolyai Községi Szervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet. Kiemelte az összefogás fontosságát mind a múlt, mind pedig napjaink vonatkozásában. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadsághoz lehetőségét az emberek összefogása teremtette meg, hiszen tudták, nagy dolgokra képesek együtt. Tudták, hogy minden véleménykülönbség ellenére vannak olyan alapvető célok, amelyek érdekében össze kell fogni. A VMDP Topolya Kishegyes Körzeti Szervezetének nevében Kovács László a szervezet elnöke tartotta meg ünnepi beszédét. Ezen a napon a magyar március 15-e megmutatta, hogy a népből akkor válik nemzet, ha hisz az erejében, nemzeti tradícióiban, értékeiben. Nekünk is hinni kell a szabadságban, a közös célokban, értékeinkben, nem utolsó sorban magunkban, ekkor leszünk erősek. Hogyan lehet boldog jövendő? Dolinszky Márta evangélikus esperes mondott beszédet is imádt. A megemlékezés végén elhelyezték a kegyelet virágait a Hősök sírjánál.